Megmondom őszintén. Van de Beek épp, hogy csak már egy négy megtaláltam. Már egy légy megtalálta Van den Berget. Már most közel 170 hozzászólás van a kérdésre vonatkoztatva, hogy kit nem látnak annyira nagy örömmel ebben a 8-as mezőnybe. Hát az első helyen Van den Berg szerepel, de nagyon sokan Espinelt vagy éppenséggel Dobit nem szeretnék itt látni. Az, hogy kit szeretnének itt látni, hát itt aztán Humphreys-tól kezdve természetesen Duivenbode, Véd, mindenki szerepel, tehát itt azért megoszlanak a vélemények, de a hát idézőjelben, erősen idézőjelben, mert nem ezt csak mondani, a persona non grata itt most elsősorban Van den Berg a legtöbb nézőnknél. Hát egyébként azt tudom, hogy Humphreysnál egy picit kicsapta a biztosítékot, hogy ötödik helyről nem került be, de mondom még egyszer, hogy ezek továbbra is ugye eléggé szubjektív tényezők alapján kerülnek kiválasztásra. Úgyhogy itt gondolni kell arra, hogy egy játékosnak a szórakoztató, a népszerűségi mi volta is beleszámít ebbe a sztoriba. És hát azért Van den Berg mellett nem szabad elmenni abban a tekintetben, hogy azért nagyon sokan kedvelik. Ugye Rotterdamban is lesz verseny, tehát közel Belgiumhoz, és hát nagyon nagy nézőtábora, egy szurkolótábora van a jegyvásárlók körében is, a hollandoknak, belgáknak, németeknek, tehát ezeket a szempontokat igen, is figyelembe veszik, tehát itt azért vannak bőven marketing szempontok, amik alapján kiválasztják a játékosokat. Mindenesetre nagyjából egyébként egybecseng a történet, tehát valóban, ahogy mondtad, és igazából azok a játékosok, akiket szívesen látnának a nézők, az is nagyjából azért egybecseng, van két-három név, akit szívesenben látnának. Egyébként Kalennek is láttam a bejegyzését ezzel kapcsolatban, ő írta, hogy kb. Egy milliméteren múlt neki, hogy itt most idén nem játszik a Premier League-ben, hiszen ha megnyerte volna címszóval, akkor ugye nem tudták volna kihagyni. Bizony Van Gerven 11-10-re nyerte a tavalyi Premier League döntőt Kallen ellen. Na de Johnny Clayton, aki ugye azon szűk táborba tartozik, aki meg tudta nyerni a Premier League-et, méghozzá egész pontosan ugye három olyan játékos van, aki egyszer megnyerte a Premier League-et, és csak egyszer jutott döntőbe, tehát 100%-os teljesítmény nyújtva. Ugye Raymond van Barnevet, Glenn Durant és Johnny Clayton, ők hárman. És mindösszesen egyébként 7 játékos van, aki megnyerte a Premier League-et valaha. 2005 óta van Premier League, ez a 19. idény. Na, itt az első tripla. Ó, viszont jó lesz a hangulat, az már most itt az első leg alatt kiderült. Hát Belfastban azért az északírek tudnak hangulatot csinálni, még ha most éppen nincsen egy Gurney például a Premier League mezőnyben. És a dupla 16. Ó, elég távol volt tőle. A breakleg nem sikerült, Johnny Clayton behúzhatja az első leget kezdésből. Megvan a tripla. Triplája. Dupla 6 az utolsó nyillal. Ó, a drót mellé, de kívülre. Úgyhogy dupla 16 Van den Berg az 1-0-ás vezetésért, és a breaklegért persze, ami meg is van. Abszolút fullon van a lelátó, óriási. Nem jó kezdés. Itt láttunk ugye, amikor Emma Pattonék bejelentkeztek ilyen 8 óra pár perc környékén, és akkor még elég foghíjas volt, de ezek szerint még sorba álltak a büfében, mert most már tényleg nincs, egy gombostűt nem lehet leejteni, és egyébként majd mindenhol telt ház lesz, tehát a jegy eladások szempontjából nem fogunk unatkozni, nézőtér az biztos, hogy teli lesz majdnem mindenhol. Még egyelőre adósak az első 180-nal a Premier League-ben. Ki fogja vajon megdobni azt? Viszont most hátsó pályára sokkal jobban kezdett Clayton, 240-nel. Picivel alatta, az már jó helyen.
140-et dob Clayton. 11 nyilas lehetőség rögtön itt a második legben Claytonnál. Komoly esély, hogy azonnal visszabrékeljen. Ugye úgy működik ez a rendszer, hogy gyakorlatilag úgy, mint amikor régen csoportkörben játszottak 8-an, összesorsolják a párosításokat, közben jöhet a... Meg is van! Gyönyörű. És ugye azt fölrakják egy 8-as táblára, úgyhogy majd ennek lesz 7 ilyen forduló, hiszen 8-an vannak. A 8. fordulóban az aktuális ranglista alapján majd játszik az első a 8-kal, a második a 7-kel. Így lesznek a negyeddöntők. És utána visszavágó, újabb 7 forduló. És aztán a 16. fordulóban megint ez a szisztéma, hogy az aktuális ranglista első a 8-kal, és második a 7-kel, stb. Stb. És utána jön a döntő majd, ahol ugye a legjobb 4 fog majd részt venni. Még mindig nincs 180-unk. Nagyjából 2,5 leg alapján az átlag. 140. Lent jött végül a tripla. Kiszállom Clayton, viszont már nem. Volt. És megérkezik 100 alá Vandenberg. Úgyhogy meg kellene csinálni Claytonnak a 68-at, a tripla megvan, így 2 nyila van duplára. Nagyon maga biztos. Már is vezet 2-1-re. Szóval megfordította az állást. Itt pedig egy rontott nyíl rögtön első dobásra. 2 szektor hiba is. Ez most nem volt szerencsés kör, mert fölül mind a 2 nyíl nagyon közel volt a triplához, de csak milliméterekkel került el. A pontozás is úgy néz ki, mint tavaly. A győztes 5 pontot kap, most meg a 180. A döntős 3 pontot, az elődöntősök pedig 2 pontot kapnak, aki pedig kikap az első körben az 0-t. Tehát úgy fog a tabella is kialakulni, és ugye nyilván a legarányuk is majd bejátszhatnak. Végig 6 nyert van, tehát nem fog növekedni a győzelemhez szükséges legeknek a száma, úgyhogy ebben nem lesz változás, ahogy megyünk előre a 8-as táblán. Most Vandenberg nagyon jó pozícióban, lemehet akár 8-ra, az nem sikerül. A régi rendszerben még volt döntetlen is. Igen, amikor csoportkört játszottak. Na most! 180! Megvan, azt is gyönyörű kerekítéshez vezetett ráadásul. Negyedik leghozta az első 180-at. Viszont jó a kerekítés, dupla 4, gyönyörű. Bedobja, 2-2. Ugye azért a régi, úgymond csoport küzdelmes Premier League-ben sokszor láttunk olyat, hogy akár a Judgment Night, amikor ugye elköszöntünk, egy 10 fős mezőny is volt, elköszöntünk 2 játékostól, meg aztán amikor a rájátszás volt már a legjobb 4 bekerülésért, azért sokszor láttunk olyan meccseket, ami az érdektelenségbe fulladt, mert hát annak, aki mondjuk adott esetben már semmilyen tétje nem volt, az nem feltétlenül hozta ki a maximumot magából. Itt ez azért egy kicsit máshogy néz ki. Akkor is, hogyha valaki nagyon le van maradva, azért 10.000 font a napi győzelem, és itt bármelyik játékos képes megnyerni az adott napot. 140! És jól emlékszem, akkor még volt, aki duplázott is, tehát
Még volt egy második mérkőzése is a régi rendszerben. Hát volt olyan, igen, amikor kettőt kellett játszania valakinek, volt olyan szisztéma is. Meg volt olyan, amikor úgynevezett challengerek voltak, akkor próbáltak ugye olyan játékosokat behívni, akik a helyi mezőnynek. Azt hiszem akkor nem helyi nézőknek, Gary Anderson helyére. Endo, igen. Endo játszott az egy emlékezetes. Igen, akkor Fangerven ellen játszott, és az egy zseniális nap volt önmagában, de az a meccs is. 180! A Vandenbergnek is van. De nagyon magabiztosan kiszállóztak. Ez is megvan. Igen, eddig a duplázással semmilyen problémájuk nincsen. 50%-on duplázik Johnny Clayton, és 75%-on Dimitri Vandenberg, aki most megfordította a meccset. 1-0-ra ő vezetett, majd 2-1-re Clayton, és most 3-2-re a belga. Átlagok nagyon közeliek. 140. Van. Az óriási a közönség, az első nyíl, ha belemegy a tripla 20-ba, akkor már emelkedik a hangulat, a másodiknál akkor már szinte extázisban vannak, na aztán a harmadiknál jön hullámszerűen a decibel emelkedés. Ez így lenne szép, hogyha Vandenbergnek a harmadik nyila lenne majd most egy bull, mert akkor megdobnál Big Fish-t, de nem fogja. Viszont 36-ra le tud menni, meg is teszi. Claytonnak kell a nagy kiszálló. Az jó, 45. Az is megvan, dupla 20! Egy gyönyörű volt. Picik kellett csak hozzá. Nap legmagasabb kiszállója lehetett volna, és rögtön az első 100 pluszos. Megvan. Bedobja Vandenberg, így 4-2-re vezet. Ugye ezek a hatnyert meccsek nem olyan hosszúak az ő szisztémájukban. Általában a floor versenyeket szokták hatnyertre játszani, a Players Championship versenyek, meg hát ugye a úgymond kisebb tornák, World Series of Darts-nak az első körei, de azért ezek a kiemelt játékosok ott nem feltétlenül szerepelnek rögtön. 140, de csak azért, mert neki csapódott a már benne lévőnek a harmadik. Kérdezik tőlünk, hogy több játékosnál látni, ahogy forog a toll a nyílon, hogy ez dobás technika vagy a szerelék kérdés, hát lehet is, mert vannak olyan szárak, amiben elforog a toll, csak önmagában nem az egész nyílt test, melyek lehet dobás technikai dolog is, hogyha valamelyik játékos úgy dobja a nyilát, hogy egy kicsit megpörgeti. De ezek nem feltétlenül tudatos dolgok, tehát így azért ez nem szükséges hozzá, hogy egyenesen is jól repüljenek azok a nyilak. Ezt nagyon nem kellene, hogy kiengedje a kezéből Clayton ezt a leget. 140-et kap, úgyhogy nehéz helyzetben van. Kellene még. Hát lemegy mondjuk így is száz alá, de 81-re jön most Vandenberg az 5-2-ért, és utána ő kezd a győzelemért, ha ez sikerül most. Sikerül! Megobja. Gyönyörű, 11 nyilas. 2-2. Három darab 140 után. Utána pedig három zsinórban megnyert Vandenberg leg. És most már a negyedik, mert ugye Clayton nyert. Valóban, 2-1-re, az most igen. Már 5-2-re úgy vezet, hogy 4-et nyert zsinórban.
14-14-14-11 nyíl. Ez volt a négy, az első leg volt a legrosszabb a meccsen, az 16 nyílas volt. 140, de szép kis átlagot nyomnak. Nagyon durva átlagon vannak mind a ketten. Nagyon magas színvonal. Szerencsére annak ellenére, hogy sokan ugye Dimitri Vandenberget nem tartották ide valónak, azért egy elég kemény játékot produkált rögtön az első meccsen. Persze nyilván ez nem feltétlenül Dimitri Vandenberg ellen szólnak ezek a vélemények, hanem sokkal inkább ugye kedvencek mellett, tehát ez abszolút érthető szurkolói reakció. Most Vandenberg nem megy rá a kiszállóra feltétlenül, mert 308-nál azért nem nagyon szoktak 20-asra kezdeni. Kicsit olyan, mint ha a saját kezdését pihenőre venné. Egyébként a kiszállója ugye 67%-os, tehát nagyon magas arányban értékesíti. Vagy bocsánat, 71%-os elnézést. Érdemes is lesz megnézni, hogy egy amennyiben Vandenberg megnyeri, hogy majd a győztesnek milyen, kinek lesz a legmagasabb kiszállója, mert ez rettenetesen magas kiszálló. Igen, a százalék az nagyon magas, ez a 7-ből 5, ez nagyon erős játék. Clayton és sem rossz a 40%-kal, tehát jó átlagnak számít az is, de itt most ez nem elég. 100-as. A Clayton egyébként azért legendásan nagy fordító, úgyhogy még nincsenek a meccsnek vége egyáltalán. Na, ez viszont most hiba. Igen. Két meccsnyira van így. Bizony. És nem tudja tartani azt a kiszállózást Vandenberg, mert most kettőt ront. Clayton dupla egyre. Egyelőre nincs meg. A közönségtől is elrontja. Hát így viszont Vandenberg ölébe hullik a nyolcadik leg, éle vele. Még mindig nem. És most már igen. 6-2-re nyeri Vandenberg. Az idei Premier Liga első győzelme. És Vandenberg sikerével kezdődik az idény. Na de hát aztán most jön, a nagy most jön az igazi játék, nagy slágermérkőzés. Nem sokkal a világbajnoki döntő után ugyanaz a párosítás. Michael Smith, Michael van Gerwen összecsapás következik majd a szünetet követően.